A tárogató szomorú dallamai emlékeztettek a 104 évvel ezelőtti trianoni döntésre és azok tragikus hatásaira, Nagy Csaba Liszt Ferenc díjas művész előadásában a Hősök terén. Az első világháborút lezáró 1920-as trianoni békeszerződés nem véletlenül szerepel békediktátum néven a magyar forrásokban és a közéletben, miután a nagyhatalmak olyan döntéseket kényszerítettek a történelmi Magyarországra, amellyel elvesztette területének és lakosságának kétharmadát. Ung-Ugocsa Bereg megyének bizonyos térségeit egy az egybe elvették, és hát ugye örülünk neki, hogy manapság már nem a gyász hangján ünnepeljük ezt a trianoni békediktátumot, hanem ugye az összetartozás napjaként. És ez így sokkal szebb is, hogy a határon túlra ragadt magyarokkal együtt ünnepeljük vagy együtt emlékezünk erre a napra. Ez az emléktábla a trianon előtti és utáni Magyarországot mutatja be, kiemelve a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye jelentős területi vesztességét. Mellette az életfalon koronája pedig a történelmi Magyarország sziluettjét idézi. Bár határok választanak el bennünket egymástól, szívünkben és lelkünkben egyek vagyunk. Ma közösen ünneplünk, és ezzel is erősítjük azt az összetartozást, amely nem ismer határokat. 2010 óta ez a nap a nemzeti összetartozás napja, melynek legfőbb üzenete az, hogy bár a megcsonkított Magyarország 1920-ban darabokra hullott szét, a nemzet és az ország azóta is él. És nekünk építkeznünk kell a múltból, hiszen a történelem viharaiban is megőriztük nemzeti identitásunkat, nyelvünket, kultúránkat és összetartozásunkat. A Nemzeti Összetartozás napját évek óta közösen ünnepli Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal és a megyei önkormányzat. A megemlékezésnek helyszínt biztosító életfaszobor Makoldi Sándor műve, amelyet 3 évvel ezelőtt adtak át. Az új alkotással pedig egy igazi történelmi tér alakult ki Nyíregyháza belvárosában. Földrajzi helyzetéből adódóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőket egy országhatár választja el saját honfitársaiktól. A béke iránti óha is erősebb nálunk, mondta beszédében Román István főispán. Személyes ismerőseink élnek Kárpátalján, a vármegyékben pedig sok kárpátaljai talált biztonságot. A további vérontás lezárásának emberiességi oldala mellett jó felfogott érdekünk egyébként is a háború lezárása, azoknak a nehézségeknek a magunk mögött hagyása, amelyekkel közvetett módon mindannyiunknak szembesülnünk kell. Ma tehát a gyász és a nemzet összetartozást lélekemelő érzése mellé oda türemkedik az aggodalom érzése is. Fohászunk ma másképpen szól, amikor kárpátaljai testvéreinkre gondolunk. Ma másképpen emlékezünk, mert a szomszédságunkban, a lövészárkokban magyar fiatalok is harcolnak, mert magyar anyák is iratják a harcokban elesett fiaikat, nők a hitves férjeiket, gyermekek az édesapjukat, sőt a nagyapjukat. Az ő fájdalmuk a miénk is, az ő veszteségeik a mi veszteségünk is. Június 4-e a magyar történelem egyik legsötétebb napja, de ez a nap a magyar történelem egyik legszebb ünnepe is egyben, mondta Zsarnai Krisztián evangélikus esperes. Bár át lehet írni egy határvonalat, de egy nemzet szívét nem lehet döntésekkel megváltoztatni. A történelemben mindig voltak viharos századok, mikor árulók és gonosztevők telepedtek nemzetünkre, de hálás a szívem Istennek, hogy megtartotta ezt a népet. Nem gondolom, hogy többek lennénk más népnél, de az biztos, hogy Isten szeretetét tapasztalhatja ez a nép, és valami többet kaphattunk Istentől. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rengeteg rokoni, baráti kapcsolatot szakított meg a trianoni diktátum. Ez is az oka, hogy a megyebeliek soha nem tekintették idegennek a határon túli magyarokat. Térségünkben több történelmi vármegye túlnyomó része került az új határokon túlra. A keddi ünnepséget követően a megjelentek elhelyezték az emlékezés virágait az életfa mellett. A magyarok Istenére esküszünk, hogy kapott tovább nem leszünk.